arra gondoltam, hogy szerintem az így október végén már dübörög a sütőtök szezon, úgyhogy mi lenne, hogyha ebből a sütőtökből itt szombati extrában és habos sütőtökös pitét készítenénk. Kezdjük is az alappal, a pitetésztával. A száraz anyagokat, az omlós tésztához való lisztet, mert lehet ezt kapni egyébként már boltban is, nagyon finom. A picit kis sóval, a cukorral, és ugye a hideg vajjal morzsásra keverjük. Ahogy ilyen szép morzsásra keveredik, na most jöhet hozzá egy picike kis víz és tojás, és ahogy összeáll, már is lekapcsoljuk, nem dolgozzuk túl a pita tésztát, nagyon oda kell figyelni, különben lemezes lesz, és nem lesz omlós. 3, 2, 1, ping! Szokásosan becsomagoljuk, és elküldjük egy hidegebb éghajlatra pihenni irány a hűtő. Menjünk biztosra, egy órára, vagy mi hűtőbe fél órára. Kipihente magát a pitett tésztánk, fázik rendesen, úgy, ahogy azt kell. Kopok, gyorsan kinyújtjuk, visszazett felületen. Sütőtökös töltelékünk ezért egy nedves töltelék, ezért javaslom, hogy inkább 3-4 mm-re nyújtsuk ki, legyen egy kicsikét ez a tészta vastagabb. A formát jó vastagon vajazzunk ki. Ehhez mindig ugye egy sütőpapírt használok, ezzel biztos, hogy befutok, és nem lesz tiszta a kezem, és nem fog ragadni. Figyeljünk oda, hogy jól nyomkodjuk oda az oldalához is, illetve az aljára is, mindenhova is, ne legyen alatt a levegő, ez nagyon fontos. Ha ezzel megvagyunk, jöjjön egy tompa kés, és vágjuk meg a tetejét. Az alját egy picikét megszurkáljuk, és miután elkövetjük most az elősütést bab segítségével, de ne izzadjon be a tészta, jobb, hogy a kicsikét megszurkáljuk. Sütőbab. Irány a sütő, 170 fok, és körülbelül 10 perc alatt világos aranybarnára, vagyis elősütjük a pita tésztát. Ameddig sül a pite, gyorsan elkészítjük a tölteléket, amit nagyon szeretek elkészíteni, és elmondom miért, mert mindent csak összedobálunk. Sütőtök, tojás, tejszín, cukor, sűrített tej, fahéj, szerecsendió, friss gyömbér. A gyömbér és a sütőtök egyszerűen imádják egymást, főleg a fahéjjal és a szerecsendióval. Öveket becsatolni, kezdődjék a turmixolás. Természetesen a krémet otthon kézi turmixra is el tudjátok készíteni. Szépen erősült a tésztácskánk. Jöhet a töltelék. Lejjebb veszük a hőfokot. 160 fokra, és egy órán keresztül, azért függ a sütőtől, meg a pita formának a nagyságától, de maximum egy órán keresztül még sütjük. Kezdünk tök jó recegőssé válni, szóval eltelt egy kb. 45 perc, úgyhogy gyorsan elkészítjük hozzá ezt a habos-babos merenget. Tojásfehérjét elkezdjük először önmagába felverni, és fokozatosan fogjuk hozzáadni a cukrot egy kis keményítővel. Ez segít abban, hogy legyen egy jó tartása majd a tojásfehérje habnak. Jöhet az első adag cukor. Na nézzük csak meg. Szuper, elolvad benne a cukor. Koronázzuk meg ezt a pitét. Nagyon szépen összeállt és megsült. De jó az íze. Jöhet rá a hab. Irány vissza a sütő, maximum egy ilyen 15 percre, és kész lesz, és tökéletes lesz, és finom lesz, és mindenki imádni fogja. Legalábbis mi biztos, hogy megesszük, miután megsült. Jaj, nekem! Nekem nem október végi hangulatom van, hanem karácsonyi hangulatom van. Hány napon karácsonyi?